Sziasztok! Ez a videó a harmadik része az ebédes videósorozatunknak. Az első részben ugye csináltunk egy nagyon finom levest, a másodikban Lina mutatta ezt a finom cukinis zöldséges kaját. Fogást, igen. És ebben pedig szintén ő fog egy nagyon finom sütit, ami egy sportszeletes süti, ugyebár ugyanaz van, mint a sportszeletnek, és az a nagyon jó benne, hogy nagyjából 5 perc alatt nagyon gyorsan elkészíthető. A több időt az vesz igénybe, hogy hűtőbe kell tenni, nem is kell sütni, hanem csak a hűtőbe kell tenni egy hosszabb időre, és utána már lehet is enni. Szükségetek lesz margarinra, cukorra, tejre, kakaóporra, ami nincsen édesítve, háztartási kekszre, illetve rómaromára. Először is 65 g margarint fogok belerakni egy ilyen kis fazékba, és ezt megolvasztom egy kis tüzön. Majd kimérek 25 g cukrot egy kis keverőtálba, hozzáadok egy evőkanál kakaóport, és 150 g kekszport, ami ilyen háztartási kekszpor, ezt így, ahogy van, lehet venni ugye a boltban. Ezután hozzáadok még 0,5 dl tejet, majd a megolvasztott margarint, ami már egy picit kihűlt, hozzáöntöm ehhez a kupachoz, és egy kevéske rumaromát adunk hozzá, hogy egy kicsit rumos íze legyen, ugye a sportszeleknek is ilyen íze van. Majd az egészet egy fakanállal jó alaposan elkeverjük, tehát semmilyen elektromos kütyű nem kell hozzá, egy sima fakanállal el tudjuk keverni. Ezután én például egy ilyen kis műanyag dobozkába raktam bele az egészet, de bármilyen kis tálba kirakhatjátok ezt a kekszes csokis masszát. Miután elegyengetem ebben a dobozkában, be fogjuk rakni a hűtőbe. Minél több időre érdemes, akár egész estére bent hagyhatjátok a hűtőben, ugyanis minél hidegebb, annál jobban össze fog állni, és miután kivesszük a hűtőből, egy késsel kis kockákra, vagy bármilyen formára fel tudjuk őket vágni, és így teljesen összeáll ez a csokis massza. Így néz ki a végeredmény, szerintem nagyon finom, és az íze tényleg nagyon hasonlít a sportszeletre, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor próbáljátok ki ti is. Ennyi lett volna ez a labirettőri édesség, remélem, hogy tetszett neked, és hogy meg kipróbáljátok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! És hogy ne legyen!